Klebersberg Kuno csak nem 10 évig volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, ez idő alatt pedig fontos lépéseket tett, például az analfabetizmus felszámolása vagy az egyetemek újjászervezése érdekében is. Klebersberg Kuno 100 éve vette át kultuszminiszteri megbízatását, erre emlékeztek egykori otthonában, a második kerületi Klebersberg kastélyban. A nemzetek ereje műveltségüktől és gazdaságuktól függ, írta Klebersberg Kuno a 20. század első felének egyik legmeghatározóbb magyar politikusa, aki éppen 100 éve vehette át kultuszminiszteri megbízatását. A vallás és közoktatási tárca vezetőjeként több ezer népiskolát és könyvtárat hozott létre. Ugye a múltból mindig lehet a mára is olyan példákat hozni, amelyek követendőek. És én azt gondolom, hogy a műveltség, a felkészültség, a sokoldalúság, ez nem egy időszakhoz és egy országhoz kötődik. A sokoldalúság, az elmélyült tudás, egy nemzethez való ragaszkodás, azt gondolom, ugye a 20., a 21., vagy majd a jövőben a 23. században is adott esetben meghatározó lehet. És ha valaki azt nézi, hogy Klebersberg Kuno, aki jogászként végzett, állam és jogtudományi doktorátus szerzett, mégis a Magyar Történelmi Társulat elnöke lehetett, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató tagja, és sok mindent tesz a magyar művelődésért, a kultúráért, fontos számára a közoktatás, a közművelődés, a sport, akkor azt gondolom, hogy ezt csak azt lehet mondani, hogy példaértékű, amit tett. Akkor vállalta a kultuszminiszteri tárcát, amikor az ország megmaradása volt a tét. Nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy részt vegyen abban a nemzetalkotó munkában, amely Trianon után több nemzeti sorskérdésre is választ kellett, hogy adjon. Egy kifejezést nagyon szeretek tőle, hiszen ő is mindig azt mondta, hogy nem az a jó hazaszeretet, amely egy asztalon, egy pohár vörösbor mellett letámasztott fejjel gondolkodik a jövőn, hanem a munkás hazaszeretetnek volt a híve. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy akkor tudunk a legtöbbet tenni a hazánkért, hogyha dolgozunk érte, hogyha cselekvően, tudatosan, végiggondoltan és nagy célok érdekében tesszük a mindennapi dolgunkat. Az évforduló alkalmából szervezett emlékkonferencián Csák János kulturális és innovációs miniszter arról beszélt, a magyar elitnek Trianon után ellenséges környezetben elszigetelve kellett nemzetstratégiát és az azt szolgáló kultúrpolitikát kialakítani. A zömében szegénységben élő és kiművelésre váró tömegben rejlő potenciál mozgósításához kellett intellektuális és anyagi erőt gyűjteni, éppen akkor, amikor megmaradt Kis-Magyarország egyébként erőforrás hiányban szenvedett. A miniszter a jelenkor kihívásairól is beszélt. Feltétlenül persze értenünk kell a kor szellemét, de nem szolgálhatjuk ki minden szenvedélyét. Ugyanis nem tudunk engedni a korszellemnek anélkül, hogy az önazonosságunkat és az önrendelkezésünket elnevesztenénk. Be kell azonban látnunk, hogy ahhoz azért nincs elegendő erőnk, hogy a világ mainstream vagy főáramú kulturális folyamatait megállítsuk, vagy tartósan félrefordítsuk. Tulajdonképpen ez a magyar kultúrpolitika legfőbb problémája. Hogyan tudunk szigetként megmaradni? A normalitás szigeteként. Csák János hozzátette, úgy kell fejleszteni a köznevelési, tehetséggondozási és a pedagógus képzési intézményrendszert, hogy az növelje a kiművelt emberfők számát. Klebersberg Kuno hosszú ideig élt ebben a Pesthidegkúti kastélyban, ahol külföldi politikusokat is vendégül látott, egészen 1932-ben bekövetkezett haláláig. Az épületet a II. Világháború után szálláshelyként adták bérbe, 1949-ben pedig államosították, ezt követően szakszervezeti iskola és egészségügyi intézmény is működött a kastély falai között. Az épület 2013 és 2017 között született újjá. Nem csak azért volt ez fontos számunkra, mert egy épület önmagában érték, hanem ha egy polgári nemzeti kormány Klebersberg Kunót akár még intézménye névadójaként is az zászlajára tűzi, akkor az mégis tarthatatlan, hogy az a épület, amelynek bizonyos részeit saját maga kétkezi munkájával hozta létre,
az olyan állapotban legyen, olyan állapotban maradjon, mint amilyenben volt. Ezzel tisztelgünk alapvetően Lebesberg szellemiség előtt is, hiszen hitből, optimizmusból, cselekvő erőből állt össze az a gyúanyag, amivel az egykori miniszter a feladatát végezte. A V4 Építészeti Alapítvány tudományos konferenciákkal, kiállításokkal, előadásokkal segíti az egykori kultuszminiszter szellemi hagyatékának ápolását a Pest Hidegkúti Klebersberg emlékházban. Ez egy olyan emlékhely, amelyik a klebersbergi gondolkodásmódot és azt a szellemi magot képviseli, amiről ma az egész konferencián beszéltünk. És ennek a legszűkebb belső magja éppen a könyvtár. Úgyhogy mi ezt szeretnénk, ezt a magot tovább érlelni, hogy így mondjam. Még a kert és a minden egyes részletnek is ezt a mai innovációt szeretnénk keverni azzal a hagyománnyal, amit Lebesberg ránk testált.